Ma esti vendégem a fehérvári beszélgetésekben pedig Kovács Jenő órásmester, aki az elegancia mintaképe Székesfehérváron. Örülök, hogy itt vagy velünk. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Nagyon jó, hogy itt vagy. Elsőként mindenképpen azt kérdeztem volna, hogyha annak idején van óda, jártál ódába egyébként? Igen, jártam óvodába. Helyes. És óra volt a jeled? Nem tudom. Akkor lehet, hogy nem is volt ilyen, hogy jel. Párom úgy szoktam mondani, hogy én voltam a tiktak. Tehát lelked jobbik fele azt mondja, hogy te voltál a tiktak. Ennél azért komolyabb lesz a beszélgetés. Akkor, amikor valaki gyermekként odafigyel a dolgaira, akkor figyele arra, hogy egy különös családban felnőve mire kell igazán oda tekintenie? Valójában én a szüleimre tekintettem fel, és tőlük mindig a becsületességet, az őszinteséget tanultam, mert ők is ilyenek voltak. Nagyanyáim, mindkettő, nagyapáim, mindkettő, mint kisgyerek erre tanítottak, tehát ha bármiféle csíntevésben voltam benne, akkor is azt várták el, hogy őszintén mondjam el, hogy mi is történt. Márpedig a csíntevés hozzátartozik egy fiatal gyermek életéhez. Hát minden gyerek természetesen. Hogyan lehetett ezt megúszni, ha úgy tetszik? Hogyan lehetett kimászni belőle és utána tanulni? Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy én őszintén megmondtam, hogyha valami olyan csíntevést, vagy abba voltam benne, és akkor azt a szülők azért másképpen kezelték, hogy mintha megtudták volna az, hogy nem mondtam igazat, és később esetleg egy-két pofon lett volna végeredménye. Kovács Jenő jó tanuló volt? Általános iskolában jó tanuló voltam, és akkor, amikor engem elkezdtek érdekelni a műszaki dolgok, először a biciklik, a motorok iránt érdeklődtem, majd amikor gimnazista voltam, akkor már úgy annyira elkapott ez a műszaki érdeklődés, hogy valójában a tanulmányaim rovására ment. Igazán gimnáziumban egy ilyen jó közepes, vagy inkább lehet, hogy alatta lévő tanuló voltam, így is végeztem el, illetve érdekes módon, hogy oroszból voltam a legjobb. De nem mintha annyira kedveltem volna az orosz nyelvet, hanem az akkori tanárnőnket, mint a féle raffinált gyerekek, nagyon jól át tudtuk vágni, és őnála volt egy olyan felkészülési idő, hogy na akkor a következő órán te leszel, aki most erről meg arról beszél, és akkor ezt beosztottuk a fiúk egymás között, és akkor a következő én voltam, akkor természetesen fölkészültem, és arra kaptam egy ötöst. És ez a jó végeredményt adta. Gratulálok. Köszönöm szépen. Spasiva. Úgyhogy harasol. Jó. Kinek köszönheti az indítatást? Kinek köszönheted? Ki volt az, aki elindított egy olyan pályán, ami azt hiszem, hogy Székesfehérvár számára is példaértékű? Apám indított el, mégpedig úgy, hogy az ő fiatal korában ő a pályaválasztási idején ő szerette volna az órás szakmát választani, de akkor tehát ez a 30-as évek vége, 40-es évek környékén lehetett. A nagyapám lebeszélte, hogy biztosabb állami foglalkozást válasszon, és mert a család úgysem lesz olyan anyagi helyzetben, hogy ő neki majd üzletet vagy műhelyt tudjanak vásárolni, és ő pedig ne menjen máshova, másnak az alkalmazottjaként ne helyezkedjen el. Így ő az állami vállalatot, az akkori vasutat választotta. Így lett mozdonyvezető. Igen. Egy gyönyörűséges, szép élettörténet. Ezt egyébként bemutattuk már. De Kovács Jenőr kérdezem, hogy miként választott magának hivatást? Hiszen már ez fontos kérdés. Én? Igen. Hát én úgy érzem, hogy az én szakmai választásom az egyben az én hivatásom is, mert ahogy én ezt valamikor gimnazista koromban elhatároztam, hogy én az órás szakmát fogom választani,
annyira kitartottam mellette, hogy nem is tudtam elképzelni mást, hogy én mást, ha netán nem vennének fel az iskolába, akkor valamiféle más pályát válasszak. Nem volt könnyű akkor bekerülni, mert volt itt Fehérváron egy szövetkezet, és valahogy a létszám is annyira limitálva volt, hogy nem szívesen, illetve hát most az, hogy nem szívesen, azt én nem tudom, de nem akartak felvenni tanulót. Megmaradt mindenképpen, és ráadásul folyamatosan fejlesztette önmagát. Igen. Is. Igen. Hogyan lehetett egyre jobbnak lenni akkoriban? Hát, hogy egyre jobban hogyan lehetett, úgyhogy képeztem magamat. Volt egy időszak, amikor még a mi szakmánkban a mechanikus óráknak az időszaka volt, és egyszer csak megjelentek a kvarcórák. Az emberek elkezdtek külföldre járni, és hát tulajdonképpen mindenki valamiféle órával tért haza. Először voltak ezek a nyomós, ledes órák, amik írta, hogy 12:56, amikor megnyomtál egy gombot, és hát ezekhez hozzá kellett szólni, mert jöttek, hogy beragadt a nyomógomb, meg elemet kell cserélni benne, és nekem nagy szerencsém volt, mert egy kollégámmal találkoztam, illetve összeismerkedtem egy kecskeméti kollégával, és ők abban az évben jártak Svájcban kvarcóra tanfolyamon, és tőle tudtam meg mindenféle olyan információt, amivel én is tudtam jelentkezni ilyen tanfolyamokra, meg iskolákra, és folyamatosan én a 80-as évek elejétől minden évben részt vettem valamiféle tanfolyamon vagy iskolán, ami ehhez a területhez kellett, és hát így tudtam hozzászólni. Tehát íve volt az egész történetnek? Igen, mert valójában az volt, hogy az idősebb kollégáink, az én tanítóim, ők azt mondták, hogy a kvarcóra az nem óra. Tehát ők nem is voltak hajlandók megtanulni a kvarcórát, és ők megmaradtak végig életük során a mechanikus óráknak a javításánál, és természetesen, mint ahogy hogy ezek úgy berobbantak, mert hát egyszerűen olyan volt, hogy sorállás volt az órás műhelyben, annyian hozták a Bécsből hozott, meg innen-onnan hozott óráikat, és ezeket kellett javítani, elemet cserélni, és hát hozzá kellett tudni, hogy szóljak. Tehát az ívnél tartunk továbbra. Igen. Is. Tehát, hogy folyamatosan először is jöttek a kvarcórák. Én magam is azok közé tartozom, akik Bécsből hoztak. Fekete volt a számlap, igen, megnyomtam, igen, és vagy mutatta, hogy mennyi az idő. És csak-csak el kellett vinni. Aztán kiderült, hogy az órásmester, a mester, ez nagyon-nagyon fontos kérdésem, hogy mester valaki vagy sem, pedig mindig segítségünkre volt. Mikor lettél mester? 1975-ben, tehát én akkor voltam 25-26 éves, és volt egy bizonyos szakmai gyakorlat, aminek meg kellett lenni, hogy én oda tudjak jelentkezni, és elhatároztam, hogy hát ez úgy gondoltam, hogy kell minden szakembernek, hogy a mester szintre elérjen, és Budapesten kellett jelentkezni az akkori, hát most ipartestület, vagy kiosz, vagy minek hívták, és ők minden évben rendeztek egy alkalommal mestervizsgáztatást, és oda jelentkeztem. És hát természetesen akkor fel kellett készülni erre a mestervizsgára. Na most én voltam a legfiatalabb a kollégáim körében, aki mestervizsgára jelentkezett, és az előző évben volt az én főnököm, aki az én tanítóm volt, és hát mintaféle fiatal, hát úgy jól elijesztettek, hogy hát ez egy nagyon nehéz szint, hogy egy ilyet valaki meg tudjon csinálni, akkor különböző ilyen-olyan feladatokat meséltek el, hogy ez kellett ott gyakorlati, illetve elméleti dolgokban tudni, és hát mondjam azt, hogy olyan feladatokat mondtak el nekem, ami valójában nem is volt. De én ezekre minden felkészültem, és a végén az volt, hogy a vizsgabizottsági elnök odajött hozzám a végén, és azt mondja nekem, hogy fiatalember, maga nagyon kiválóan megoldott itt mindent nálunk, elméletileg, gyakorlatilag, hol dolgozik ön?
És én mondtam, hogy én Fehérvári Órás Szövetkezetnek vagyok az egyik dolgozója, és azt mondja, hogy váltson ki iparengedélyt saját lábra. És ez volt az a pillanat, amikor az iparengedély birtokában már elindult, és nem. Az imént így indultam. Nem, tehát még akkor még eltelett egy-két év, mire én a saját lábomra álltam. Az egy olyan indítatás volt, hogy a piactéren volt egy órás műhely annak, vagy egy részleg, annak voltam én a vezetője, és ahogy így levegőzni kiálltunk az ajtó elé a belváros fele, tekintettem, és néztem a toronyórákat, a tornyokat, és láttam, hogy egy sem működik. Tehát ezeken a tornyokon akkor tájt megállt az idő, és elhatároztam, hogy ezeket el kéne indítani. És megkerestem a belvárosi plébánost, aki hát ilyen-olyan szövegekkel nagy nehezen felengedett a toronyba megnézni, hogy mi is van ott, de hát aztán azt mondta, hogy ő nekik egyelőre erre nincs pénzük, akkor elmentem a püspökségre. A püspökségen az akkori irodaigazgatótól kérdeztem, hogy hát mi a véleménye, hogy lenne a toronyóra javításokra igény az országban. És akkor ő biztatott engem, hogy hát nézzek körül, sehol nem megy az óra, vagy hát nagyon kevés helyen nem megy az óra. És én akkor elhatároztam, hogy akkor mint... Az elhatározás tett követte. Igen, elhatározás, hogy akkor én szeretnénk toronyóra javításokkal foglalkozni, és hát a szövetkezetnél, mint másodállásként szerettem volna kiváltani az iparengedélyt, mert ilyen akkor már létezett, és hát természetesen a kollégák meg az elnökség nem egyezett bele. Azt mondták, hogy nem, hát itt nálunk te ne javítsál toronyórát, meg otthon se javítsál, maradjál te meg itt a műhelyben, és mondtam nekik, hogy ha nem járultok hozzá, akkor én akkor elmegyek tőletek. És így is történt. És így is történt, igen. Én azt mondom, hogy a toronyóra lánccal az tökéletesen rendben lévő történet. Hogyan lehetett ezt a vállalkozást úgy fejleszteni, hogy ma már mindenki Kovács Jenőről beszél? Hogyan lehetett hozzátenni mindazt, ami nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen a belváros Kovács Jenő óráiról szól, bizonyos értelemben, ha órákról beszélünk. Igen. Hát ez a szakmai ágazatom nekem egy olyan hobbi ágazattá, vagy hát nem is hobbi ágazattá, mert egy természetes ágazattá fejlődött, hogy amikor én aztán már a fehérváriakhoz is hozzá tudtam nyúlni, hosszú idő után, mert először hát azt mondták, hogy nem, erre nem lehet, és akkor valamikor a 80-as évek közvetlen elején volt az, hogy egy nagy városvédő összefogással elkészítettük a Bazilikának a toronyóráját, és akkor már elektronikus órát készítettünk. Én előzőleg nem csak Svájcban jártam, Németországban is elmentem egy olyan céghez, akinek a prospektusát akkor tájt a püspökségen odaadták nekem, és hát őtőlük azért valamit ellestem, valamit kitaláltam, lett egy szabadalmam belőle, és akkor ennek alapján készítettük el kollégáimmal az új típusú elektronikus órát, amit szereltünk. Ez méltóság is, ugye? Jól gondolom? Hát végül méltóság javítani egy toronyórát. Főleg egy ilyen kicsiny városban, mert tetszik, nem tetszik, vagyunk mi a királyok városa, Szent István városa, azért csak 5-6 toronyóránk van mindösszesen. Hát azért annál több van, mert... Hát igen, most amelyeket te javítottál. Igen, vagy újakat készítettünk helyettük, itt már azt lehet mondani, mert azok a régi mechanikus szerkezetek, amik ezeket a toronyórákat működtették még a háború előtt, azok már hogy mondjam, leszolgálták az idejüket, és régen a harangozónak volt a feladata, hogy fölmenjen a toronyba, és minden nap a kurblival fölhúzza azt az órát, mert valójában egy nagyméretű ingaóráról van szó,
és ma már, vagy akkor tájt is, akik a templomok körül mozgolott, vagy segítettek, azok mind idős emberek voltak, és hát ők nem voltak már hajlandók arra, hogy ők fölmenjenek, és akkor fölhúzzák az órát minden nap. Ezért kellett kitalálni az elektronikus órát, amit gondmentesen működik, áramkimaradás esetén is saját maga után áll. Tehát ez már egy korszerű lépés volt akkor a 80-as évek elején. A hajlandóság továbbra is megvan benned? És utána az órajátékról fogunk beszélgetni, teszem hozzá. Igen, megvan bennem, mert Fehérváron az utolsó templom, még nem működő toronyórát is elkészítettük, pontosan egy évvel ezelőtt, mert most, ahogy jöttem ide, a Móri úton jöttem, és feltekintettem az elkészült órára, és arra is, tehát erre gondoltam, hogy igen, ez volt az utolsó, itt a Szent Sebestyén templomnak az órája, ami még nem működött 67 év után. Míves munkákról beszéltünk. Míves munkákról, gondolatiságról. Gondolatiságról mégpedig azért, hogy azok, akik mindez idáig nem tudták volna, hogy miért szólnának meg, lehet, hogy egy másodperc késéssel Székesfehérvár harangjai egy kellő időben azért tudják, hogy Kovács Jenő munkája is hozzájárul ehhez, hiszen ez szimbólum. Ugyanakkor szimbólum az órajáték is. Amikor bemegyünk a Kossuth utcába, én teljesen mindegy, hogy tél van, nyár, ősz, vagy éppenséges, gyönyörűséges tavasz, akkor azt látom, hogy ott töpörtyű gyermekek, kicsik, nagyok, nagyobbacskák, vagy éppenséggel fiatal felnőttek körbeülik az órajátékot. Igen, ez az a története, hogy amikor ennek a Kossuth utcai belső tömnek a rekonstrukciójához hozzákezdtek, Schulz István építész, ő ajánlotta nekem, hogy van itt egy jó hely, mert a műhelyünket szerettük volna mi oda áthozni, és ő mutatta meg nekem, hogy itt van egy helység, illetve az a helységcsoport, ahol most jelenleg az Óra Múzeum vagy az Óra Gyűjteményen van, és volt ott ez a kis fal részlet az épületnek a végében, és én azt arra gondoltam, hogy valami ide kéne, mert olyan üres volt az egész. És amikor én Svájcba mentem, ezekre az iskoláimra, tanfolyamjaimra, mindig Münchenen keresztül mentünk, és a Müncheni Városháza vagy a Városház térre elég gyakran belátogattunk, és láttam a Városháza homlokzatán ezt a hatalmas nagy figurás órajátékot, amin még lovas is megy körbe, ott két szinten mennek, és rengeteg ember volt már az a napi 3-4 alkalom, amikor ment, ott készülődtek az emberek fényképezőgép állványa, stb. Persze én akkor még erre nem gondoltam, hogy ilyen siker lesz majd Fehérváron is, hogy majd fényképezik meg, tapsolnak meg, örülnek az emberek, hogy ilyet is látnak. Tehát ott láttam én ezt a figurás órajátékot, és ekkor jött az ötlet, hogy oda arra a falra is mi elkészítünk ide egy olyat. Ki a kedvenced? Hogy hasonlót. Pardon? Ki a kedvenced? A figurák közül? Igen. Mindegyik, nem, erre nem is gondoltam még, hogy én most a Szent Istvánt választanám, vagy pedig a Szent Margitot, vagy a Mátyás királyt. Erre nem gondoltam. Nem titok, hogy ez egy felvétel. Igen. Mondd meg nekünk, hogy mennyi az idő. Most 2 óra 15 és 20 között. Mennyi van? 27. Pár percet tévedtem. Nem tudtam már, mennyi ideje beszélgetünk. Soha nem fogsz tévedni. Dehogy nem. Én sem vagyok tévedhetetlen. Ennek ellenére természetesen magam is egyetértek ezzel, de köszönöm, hogy itt voltál velünk. Hiszen Székesfehérvár nagyon sokat köszönhet Kovács Jenőnek. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, ez volt a Fehérvári Beszélgetések. Maradjunk továbbra is együtt. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.